Répás János fafaragó, a népművészet mestere, néhány érdekes alkotását szeretném bemutatni önöknek. Nagyszabású tárgyegyüttest készített szőlőművelés címen, ebből három fázist ismerhetünk meg az ő feldolgozásában. 1921. júniusában Mindszenten született Répás János fafaragó, a népművészet mestere. Kubikus családban jött világra, 1922-ben költöztek Hetényegyházára. 13 évesen már szőlőmunkásként dolgozott, majd 2 év múlva kubikusként vándorolva segítette családját. Fiatal korában bognár vagy asztalos szeretett volna lenni, de a katonaság és a fogság után a vasas szakma irányába sodródott. Kitanulta a lakatos szakmát, és 1981-ben innen ment nyugdíjba. 1982-ben tragikus balesetben, áramütés következtében elvesztette 34 éves fiát. Ezután indult el a szobrászkodás útján, fia arcmását szerette volna megörökíteni mellszobor elkészítésével. 1985-ig többféle anyaggal kísérletezett, rézzel, agyaggal, ólommal és különböző fémekkel, míg nem rátalált a fára. 1987-ben elkészítette első nagyobb munkáját, a szőlőművelés fázisaiból teljes sorozatot készített, egészen a tavaszi munkáktól a szőlő őszi betakarításáig, maradandó emléket állítva ez számára fontos tevékenységnek. Ebből a sorozatból láthatnak 3 darabot. Ez a 3 pedig a szőlőültetés, meccés, illetve a szüret. Különös kihívást jelentett számára a szőlő plasztikus ábrázolásának különböző technikai megoldása. Répás Jánosnál a fémet fokozatosan szorította ki a fa anyaga. Később érdeklődése a magyar történelem felé fordult. 1996-ban megkapta a népművészet mestere címet. Látása fokozatosan romlott, utolsó kiállítása 2004. szeptemberében volt látható itt a Népi Iparművészeti Gyűjteményben. 2012. januárjában hunyt el.